Azt szokták mondani, fentről lehet a legnagyobbba esni. Igaz, a csúcson sem feltétlen könnyű. Kadarka Endre vagyok, ez pedig a felfelé zuhanás. A Podped és a YouTube csatornám közös podcastje. Egy sorozat közismert magyar ikonok sostragédiájáról. tragédiájáról. Bukásuk vajon eleve elrendelt volt, vagy életük szerencsétlen fordulópontok után vált drámaivá. Lehetett volna más másképp? Főszereplőink közül legtöbben már nincsenek köztünk, de szó lesz olyanokról is, akiknek története már életükben is sok tanulsággal szolgálhat. Nem a bulvár érdeklődés hajt, ahogy a vájkálás sem. Találgatások helyett beszélgessünk róluk nyíltan, értő figyelemmel, de tapintattal. Érdemes meghallgatni a műsor vágatlan, jóval hosszabb epizódjait a potpet.hu oldalon. A vörös divat diktátor, vagy a keleti blokk kokó Így hivatkoztak és hivatkoznak ma is minden idők legismertebb magyar tervezőjére, Rothschild Klárára. Szalonnyában sik volt vásárolni, de akár csak betérni is oda. A kor politikai életének fontos szereplőjét és a művészvilág krémjét is ő öltöztette. Megfordult nála Kártyér felesége, öltöztette Honti Hannát, Törőcsik Marit és Halász Juditot is. Manökenei közül kitűnt Pataki Ági, 40 éven át volt a Pesti és ezzel együtt a magyar divat koronázatlan királynője. Sikeres volt a horti rendszerben és a szocializmusban is. Fényes pályafutása végéhez közeledve, 73 évesen, mégis önkezével vetett véget életének, és közismert tény, hogy ez már a második öngyilkossági kísérlete volt. Máig megszámlálhatatlan legenda és titok övezi életét. Ezúttal ezeknek járunk utána beszélgető partnereimmel, Simonovics Ildikóval, Halász Judittal, és Pataki Ágival. Azt szerinted legenda, hogy ő már a babákon gyakorolta a különféle ruhákat? Mert állítólag már a babának egyik-másik kis, nem tudom én, ruhácskájából egészen extravagáns dolgok születtek. Én azt gondolom, hogy az emberi képzelet az nagyon-nagyon-nagyon szertágazó, és sok mindent ki tud talán nem tudjuk, tehát lehet. De hogy erről semmi fajta bizonyíték, visszaemlékezés, foszlány, nincsen, tehát hogy ilyen, ilyen alapon bármi lehetett, de nem valószínű. Te Rócsiklárának volt erre hajlama? Tehát az önmítoszépítés és a konfabulálás nem állt tőle távol? Nem. De ez igazából, a, tehát hogy ő, ő, ő nagyon ügyes brand készítő volt, tehát ugye a saját magát, mint a még, tehát ez egy, ak akkoriban ez még nem volt annyira általános, de de azért például is, tehát hogy más divattervező is csinált egyébként, így már így a 45 után erről így vannak is bizonyítékok. Ő neki ösztönösen megvolt az érzéke ahhoz, hogy, hogy hogyan építse fel a saját márkát, márka nevét, és önmagából is egy brende. De ez miért volt fontos? A túléléshez. Gyakorlatilag meg a sikerhez. Tehát azért a, tehát én abban látom Rocsét Klára egészen elképesztő különlegességét a magyar divat világában. Nála tehetségesebb divattervező az volt, és van, és lesz is az országban. De olyan, aki. aki most megint utána kell számolni, mert ezt mindig újra kell kezdeni. De hogy, hogy nem tudom, mit az majd azt hiszem 42 év, de majd mindjárt kiszámoljuk. De hogy ilyen. Tehát hosszú évtizedeken keresztül két nagy gyökeresen más politikai és gazdasági rendszerben, a csúcson, lenni, azért az nem, még, még, még francia társai közül se soknak adatot. Ezt te megfejtetted? Én erre nem nagyon látok példát, úgy általában jövő a magyar kultúrtörténetben, hogy valaki a horti rendszerben annyira kiemelt legyen, hogy Horti István feleségét, tehát Horti Menyét is, kvázi ő öltöztesse fel az esküvőn, az, 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 egy, az, egyébként egy egészen extra dolog. Tehát az, hogy, hogy, hogy ugye nagyon kevés olyan zsidó származású ember maradhatott a egyáltalán a látó térben és működésben a budapesti szalonosoknak a, mondjuk a, hát nem tudom, a pontos adatot, de azért a zöme több, mint a inkább háromnegyede az zsidó származás volt, és a, azok, akik csúcson voltak, azok itt a, tehát a 40-es években már eltűnnek. Ő hogy tudott fönmaradni úgy, hogy horték ennyire közel engedték magukhoz, és tudott ilyesfajta státusszal közlekedni az abban az, a rendszerben? Nő, ez a sersé én azt gondolom, tehát ugye biztosat nem tudunk, csak azt, azt viszont tudjuk, és itt ebbe jött az Éden Szem Ilonának a mennyasszonyi ruhája is. Hogy az ő mo a most, menny. Igen, hogy a mostó anya az Ilonának, aki akkor egy úgynevezett leading lady, ez, tehát egy, 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 egy stílus ikon, és amellett egy a, az arisztokrata vezetőjen, divatott, diktáló, és egyáltalán a társasági dáma volt, és neki ő volt a kedvenc varrónője. Ő vele könnyen lehetett együtt dolgozni, vagy egy nagyon szigorú nő volt, aki nem engedett közel magához senkit? Én azt gondolom, hogy mindenkinek könnyű volt, akit szeretett, de ezt a szeretetet azt idézőjelbe teszem, mert fogalmam sincs, hogy szeretette valakit vagy sem. Ez nem derült ki? É. Ez azért nem derült ki, inkább az derült ki, hogy kit respektál és kit nem. És akit respektál, inkább talán jobb, jobb szó a respekció, hogy ha akit respektált, hm. azt, azt ő elfogadta, és azzal nagyon, nagyon tisztességesen bánt. Akit nem? Akit viszont nem, azzal azért nagyon kemény tudott lenni. Az mit jelent? Um, Kicsit talán még megalázó is tudott lenni e, olyanokkal, akik e, akik valahogy nem fértek be nála a képbe. Mások előtt is. Mások előtt is igen nem válogatott, viszont viszont voltak olyan, olyan úgymond kedvencei, vagy olyan, olyan lányok, akiknél fel sem merült az a lehetőség, hogy esetleg megalázza őket, vagy egyáltalán rossz szót is szóljon rájuk. Te közéjük tartoztál, neked nem volt Én közéjük tartoztam, az... tartoztam, nem mintha bármit is megtettem volna ezért, de valahogy én a szerencsések közé tartoztam, igen. Művésznő, hogy és milyen körülmények között találkozott először Rócsir Klárával? Hát az első vasárnapnak ő csinálta a ruháit. Nagyon egyszerű étköznapi ruhák voltak, de akkor az volt a divat, hogy a filmgyár bizonyos, bizonyos filmekhez, nem tudom, hogy milyen voltak a bizonyosok, de azokhoz a Klárinál csináltatott ruhákat. Tartott tőle, mikor először találkoztak? Jaj, nem, egyáltalán miért tartottam volna? Akkor mi akkor voltunk felmenőben, és ez volt az első filmünk, és olyan természetesnek tűnt, hogy kezd, most kezdődik a jó világ. <laughs> akkor kezdtük a szakmát, akkor kezdtük a pályát, és ö, rögtön négyen az osztályból belekerültünk ebbe a filmbe, a főszerepekbe. És ö, ö, olyan természetes volt. Ja, hogy hát akkor, akkor a rót csinálják a ruhát. Nagyon Mert... Mert Rócsir Klára egy ilyen nagyon szigorú, ö, nagy tekintélyű nő hírében állt. Ez, ez nem igaz? Hát én nem tudom, hogy kivel volt szigorú velünk. Nem volt szigorú, sőt, nagyon-nagyon kedves volt, és nagyon boldog volt, hogy találkozott velünk. És nekem például később, én igaz, hogy én meghívtam, de nagyon sok bemutatómra el is jött, amikor a Víg Színházhoz kerültem már egy fél éve kés. A főiskola után egy fél éve később. Gorvány nagyot az időben. Ugye ő elmegy a kor egyik világfiához, hogy behajtsa a tartozást, amit ő még nem fizetett ki már, mint ez az úri ember. A hogy kifizette volna a váltókat a fiatal lányt bántalmazta, Igen. aki úgy az üzletnevében járt el, ez olyan lelki sérüléseket okozott Rothschild Klárának, hogy ő gyógyszereket vett be. Igen. Sőt, pszichiátrián is töltött Igen. sok időt. Egy ő... heteket, úgy nem itt nem lebecsülve ennek a támadásnak a súlyosságát, tényét, Igen. de hogy itt egy nagyon kifeszített idegrendszerű hölgyről beszélünk, akit ez ennyire megviselt, vagy tényleg egy iszonyatosan erős és érzelmileg nagy megrázkódtatással járó drasztikus támadásnak volt ő kitéve. Hát ugye ezt is pontosan nem lehet tudni, mert hogy ugyan ez egy majdnem, egy kirakat per volt. Tehát, ugye, vagyis nagyon szeretett a sajtó foglalkozott ezzel a perrel, a Somogyi Pál Károly, ő eleve egy olyan aranyifjú volt, aki hírhet aranyifjúja volt a budapesti minden napoknak, meg éjszakáknak, tehát hogy tele volt botrányal. Tehát nem a Rothschild volt az egyedüli, aki beperelte, hanem akkor futott neki 10-12 peres ügye így párhuzamosan. Tehát hogy ő, 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 ő nem volt teljesen normális egyébként, és, és jó módú és volt, és meg is telt. Tehát hogy ő ebben él, így élt vissza, és így... így, így volt folyamatosan a sajtó figyelmében, és ugye ő az ő állításait, meg az ő tanúit, akit felsorakoztatott, annak az állításai, meg a rocsét, akit felsorakoztatott, azért ezek nem voltak teljesen összecsengőek, tehát a feneset se tudja, hogy, hogy, pontosan mi történt, az biztos, hogy végül is a, a bíróság a Rocsét Klárának adott igazat. Tehát, hogy történt bántalmazás. Történt, hát ugye ő látleletet vetett föl, az, a, házban házba lévő orvossal, így a leírások szerint, amiben igen, meg hogy elszakített, meg behozták az elszakadt kabátot, tehát hogy azért megtépte, és valóban kidobta, az azért az biztos a lakásából, inzultálta. Tehát ő akkor ugye jegyben járt már Lükstálpállal, aki ezek után felbontta az jegyességet. Miért? Azt nem tudjuk, annyira nem tudjuk, jó lenne tudni, hogy ez azért, mert a, Klárának pont a meggyegült idegállapota, és, és ez a traumája, illetőleg az, hogy kvázi szégyen esett rajta. Tehát, hogy ez most a fé lendő férnek a az, hogy elveszti a bizalmát, vagy valahogy a, 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 a iránt, vagy a, vagy a volt olyan súlyos, az biztos, hogy súlyos állapota volt, tehát hogy nem tudott, tehát én volt ezért követett elő öngyilkosságot, és igazából ezért ápolták őt utána, tehát gyógykezelték valamely, nem tudni, csak ez, erről szól a per, tehát hogy ez a per tanulságából lehet tudni. Arról lehet tudni valamit, hogy ki és hogyan mentette meg őt ettől az öngyilkosságtól? Nem, hát gondolom, hogy észrevették, és ki került a kórházba, és kümosták, mert ugye egy altatókat szedett be. Erről beszéltük később? Nem, nem tudjuk. A, a rocsoda kutatásnak az egy nagyon nagy nehézsége volt, hogy azok, akik, tehát kicsit, tehát én későn kezdtem, <laughs> tehát ez a 24. óra elteltével, hogy azok, a azok az idős, vele egykorú ö ö visszaemlékezők, akik ne, ne, vagy akik visszaemlékezhettek volna, akiket ő beavatott a, a legmélyebb, legbensőbb titkaiba. Ez ugye a Bora, a direkt lehetett, meg a, meg a testvére, a mancini, illetőleg a a, a a a nővére, tehát a Vilma, tehát ők, ők voltak, akik ilyen nagyon bensőséges kapcsolatban voltak, akikkel lehetett beszélgetni, az már egy sokkal fiatalabb, tehát akik ilyen 10-20 évesen találkoztak egy 50-60-70 éves nővel, tehát hogy nem beszélt ő. Tehát ő egy nagyon zárkózott személyiség lehetett ugye azokból, amik ebből ezek az emberek elmondanak. Tehát ő ezek a legmélyebb traumák, legmélyebb sérelmeket, hát ezt egy pszichiáternek jó, ha elmondja valaki, vagy pszichológusnak terápiába. Nem az, hogy így ő, mint a nagyasszony, 20 évesekkel ennek el elmesélje. Ő neki volt egyáltalán bizalmasa? Szerintem? Szerintem nem. Senki. Hát én azt gondolom, hogy a testvére igen, de azon kívül, ugye neki nem születtek gyerekei, akikkel családilag, de ezt ugye a testvérének az unokáival tudtam beszélni, akik, egy idős nénit láttak benne, aki mindig jól öltözött volt, és, és nekik ajándékukat hozott. Ugye ebből a perből aztán igen. egy elég komoly perköltség lett. Igen amit ő azért a saját javára tudott fordítani, mármint Rothschild Klára, és nem sokkal később ő már tulajdonképpen lekörözte a saját édesapjának a szalonját. Ez így van. Ez az ő üzleti tehetségének volt akkor köszönhető, vagy megint visszautalunk oda, hogy nagyon jó kapcsolatépítő volt. Szerintem is is. Egyébként szerintem ügyesebb üzletember volt, mint az apukája. Tehát a papa az egy angolos vonalat vitt, azért az egy biztonsági játék volt. A, ugye jöttek ki a kosztümő kabátok, egy ilyen, 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 ilyen visszafogottabb. Ő pedig a francia sikket népszerűsítette. És ugye akkoriban azt így kell e, tudni, hogy amikor ő nyitott, ő 34-ben nyitott, a Somogyi Pernek nagyon komoly e, úgymond, tehát nagyon ügyesen meglovagolta. Tehát túlélte, ugye, ki is jött, megnyerte a pert, amiből kifőleg az ő neve, meg az, hogy ő divattal foglalkozik, ez gyakorlatilag az egész ország számára ismert volt, mert ugye nem csak divat újságban jelent meg a neve, hanem ezek mi napilapokban Tudósította. Tehát, hogy neki már megvolt a névépítése a Somogyi Per kapcsán, még anyagilag is uh, volt, mert azért az sem baj, hogyha az embernek van egy alap uh, háttere, amin, amiből el tudott indulni meg járt már az apjával ki Párizsba, tehát pontosan tudta, hogy, hogy működik az akkori divatvilág, hogy Párizs diktál, ők elmennek a többi budapesti szalonossal, megnéznek több bemutatót, ahova befizetik az egy-két modellnek az árát, amiért egyáltalán beengedik őket, azt hazahozzák, és azt adaptálják, tehát, hogy meg az, amit akar. És azt ő pontosan, tehát ettől stylist, Bocsánat. attól sztájliszt, hogy, 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 ő, hogy ő ismeri a klienseit, vagy hogy kit akar belőni, tehát hogy ki, az ő, ki lesz az ő vendégköre, és annak a párizsi palettából, akik azért nagyon sokfajta ízlése, nagyon sokféle stílust képviselnek, hogy abból ő összeválogatja azt a kollekciót, amit utána itt a legjobban el tud adni. Ő például a művésznőt valamennyire közel engedte magához, már olyan értelemben, hogy beleláthatott az ő érzéseibe, gondjaiba, problémáiba, a magánemberi Rócsir Klárába? Hát azt nem tudom, hogy hogy mennyiben. Én nem ismertem őt ezelőtt az, ez, ez, ezek előtt, az évek előtt. De én azt tudom, hogy engem például nagyon szeretett. Azt is tudom, hogy az ő kedvenc színésznője, Akivel olyan nagyon sokat nem találkozott, de nagyon-nagyon szerette és tisztelte, az a sota Irén volt, akinek igazából nem tudta kiejteni a nevét, mert mindig azt mondta, hogy a, a sota. Hmm. De hát ez, ez nem, volt, nem volt nagyon meglepő, mert később, amikor már hát franciául nem beszélt semmilyen nyelvet, magyar, magyarul beszélt. És amikor franciákkal beszélt, akkor akkor hát az első pillanatban én franciás osztályba jártam, és hát a, ugye hát az, hogy az ember egy idegen nyelven az igent meg a nemet, azt jól tudja kiejteni, az, az evidencia. A Klári mindig azt mondta, hogy vui vui De senki nem lepődött meg, és nem csodálkozott rajta. És hát biztos rossz volt a nyelvérzéken, nyilván nem azért mondtam, sotát is sótának mindig. De de én arra nagyon-nagyon, én sokszor voltam nála a lakásában, és egy, egy nagyon pici lakása volt, de az nagyon elegáns fantasztikus terasszal, és tulajdonképpen a terasz volt az elegancia, és az volt a fogadóhely. És hogyha bárki odament, és ő vacsorát akart adni, akkor a terasz volt a főszereplő. Bent a kicsi lakásban volt a vacsora, de a terasz, ahonnan egész Budapestet lehetett látni, az, az volt a főszereplő. Beavatódtatok ti az ő életének bármilyen szegmensébe? Én valahogy azt gondolom, hogy ő senkit nem avatott be semmivel. Nem, nem látszódott körülötte egy olyan közeg, a, a, ami, ami olyan emberekből tevődött volna össze, akik ismerik őt, vagy akik egyáltalán részt vesznek az ő privát életében. Volt privát élete természetesen, de valahogy az is, az is inkább social life volt, mint, mint privát élet, csak annyiban volt privát, hogy ő szervezte, vagy körülé szerveződtek. De volt ezek neki az események. igazi, mély barátja. Fogalmam sincs, szerintem nem. Mi nem tudtunk róla, hogy lenne. Te rájöttél arra ennyi idő után, hogy őnek neki ez miért volt fontos, hogy föntartsa ezt a látszatot, ezt az illúzióvilágot, ezt a rejtelmekkel teli brendet, ez így alakult, vagy tudatosan alakította így? Szerintem abszolút tudatosan alakította így, és, és hogyha belegondolunk, és visszafele próbáljuk meg megfejteni a dolgokat, akkor azért az 50-es, 60-as években egy ilyen kis szigetet létrehozni, egy ilyen kis kapitalista szigetet a nagy szocializmus közepén, az, az szerintem egy elég rendes feladat volt. És hogyha ő ezt megfogalmazta magában, már pedig én élek a gyanúval, hogy megfogalmazta, akkor ez nem volt egy kis teljesítmény. Ez üzleti teljesítmény volt, kapcsolatépítési teljesítmény volt, vagy ha nagyon gonosz akarok lenni, akkor akár még nem tudom én valamilyen szolgálatokkal való kapcsolattartást is feltételezhetett. Ez szerintem mindent, valószínűleg mindent lefedett. A szolgálatokkal való kapcsolattartásban nem vagyok biztos, de egy biztos, hogy valamilyen jó akarójának kellett, hogy legyen. Politikai, Politikai jó akarójának, igen. Lehet, hogy egyszerűen csak arról szólt az egész történet, hogy, hogy szükségük volt arra, hogy legyen egy másik arca is ennek a rendszernek. Hogy szükség volt propaganda célokból arra, hogy legyen mit mutogatni olyanoknak, például akiket én vittem oda a divatbemutatóra. És, és emiatt nagyon sok mindent elnéztek neki, persze nyilván kontroll alatt tartva. Ez sohasem egy egyszemélyes önálló vállalkozás volt, ez mindig tartozott valamilyen állami céghez, valamilyen állami cégnek a keretein belül működött, csak, csak úgy nézett ki, mint hogyha egy egyszemélyes vállalkozás lenne amikor Párizsba ment, én ugye egy kicsit frankomán voltam, és amikor mehettem külföldre, akár ösztöndíjjal, akár levéle, akár turista levéle, akkor mindig Párizsba mentem. És ott jártam, jártam ott nyelviskolába, és az Allianz Francesre. És, és ott találkoztam a Kárival, aki engem rengeteg divatbemutatóra elvitt. És láttam, hogy miket vásárol, azt is láttam, hogy hogy vásárolja őket. És, és azt is tudom, hogy hogy ezeken a divatbemutatókon nem úgy, ezek nem úgy folytak, mint a maiak, hogy e, milyen nagy e, hát, e, nagy zene van, és rengetegen állnak ott, és tapsolnak, írnak, fényképeznek, oda semmit nem szabadott bevinni. Oda egy ceruzát adtak, és egy, egy, egy darab papírt, azt hiszem, de nem szabadott a, a ruhákat se lerajzolni, és ott kifelé meg is nézték. És összesen talán 15 ember volt egy divat bemutatón. És arra is emlékszem, hogy amikor a Klári Párizsban sok mindenkinek próbált bemutatkozni, aki számára fontos volt, ilyen ott hírességek, Diorék, Zsivansiék főleg, és a, a, akár a Sáneri, de azoknak mindig megmondta, hogy ő, ő, ő nem a, az a bizonyos Rothschild család, akik Amerikában olyan nagy hírű, és ezt senki nem hitte el neki. De az hmm. én szemem, lát, tehát láttam a saját szememben, hogy mo mo mosolyogtak a bajszuk alatt, és mondták, hogy persze, persze, ez így van. És nem tényleg nem beszélt franciául. Mindenhová elvitték, mindent megmutattak neki, és gyönyörű és nagyszerű anyagokat vásárolt a legdrágább helyeken. Ez minek volt köszönhető, hogy ennyire be tudott jutni mindenhova? Hát e, azt nem tudom, lehet, hogy a nevének volt a köszönhető elsősorban, de... De azon kívül maga, ahogy kinézett, hord, hordozta magával azt, hogy ő egy útkutőrnek a vezetője. Ő a magyar útkutőr. Említettem a művésztő, hogy nem nagyon beszélt külföldi nyelven, idegen nyelven. nem. nem. Miből állt mégis az ő magától értetődő természetessége? Én magamból indulok ki, én nem tudnék posztalanul és magabiztosan eljárni úgy, hogy nem beszélem azt a nyelvet. Ő mégis ennyire flottul és imponáló magabiztossággal tudott közlekedni. Hát mindig volt fel egy asszisztens, aki beszélt franciául. És az az asszisztens, az, 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 az tisztelettel beszélt a Kláriról is. Tehát ő maga is, hogy is mondjam szóval, ő maga is előadta azt a, azt a, azt a stílust, amilyen eleganciával kell beszélni valakivel. Tehát a, a királyt ugye nem az jellemzi, hogy, hogy milyen ruhában van, hanem úgy, hogy, hogy beszél hozzá, és hogy viselkedik vele a környezete. Tehát ő, a, ez az asszisztens, képviselte a környezetet, hm. és úgy viselkedett a klárival, hogy ezt, ezt természetesnek vették a, a fogadók, hogy akkor ez, ez az, aki, akihez nekik közük van. Említetted, hogy neki nem született gyereke. A magánéletéről nem. mit lehet tudni? Ugye volt férnél. Semmit. Hát volt férnél, igen. A, a férje tehát a, tulajdonképpen a, a holokauszban mindegyik ró, lány túlélt. Az ő férje meghalt időgyulladásban? Nem. Nem? nem. Hát... Ugye a, na hát és itt van, hogy papír, tehát azt én, én, én megnéztem, igen, a halotti anyakönyvi kivonatát a glükstálpálnak, amiben az van, igen, hogy tüdőbaj. És az nincs is benne a könyv, mert később találkoztam egy hölgyel, aki egy magasrangú kül, külügyesnek a lánya. A Szovjetunió béli kapcsolatokat vitte ez az uh, úriember, aki öngyilkos lett. És amikor öngyilkos lett, akkor a, a lánya ut utána közvetlenül volt fönt a Rocsétlárán, mert avval is nagyon jó kapcsolatot ápolt a, a, a Rocsétlár, és a lány is, tehát itt családilag is jóba voltak. És ennek a hölgynek akkor volt ilyen 14-18, szóval még ilyen kamasz, vagy ifjú le, hölgy volt. És akkor ő leültette, és mondta neki, hogy nagyon megérti azt a fájdalmat, ami, meg hogy amit átélt mert hogy, hogy, hogy az élet, minden ember, vagy minden családnak az életében vannak tragédiák, és az ő ö, férjét tulajdonképpen december 24-én becsöngettek hozzájuk, és ö, amikor ajtót nyitottak, akkor a nyilasok főbe belőtték. Mondja ezt rócsért Klára. Igen. Egy fiatal lánynak. Tehát akkor nem biztos, hogy igaz az a tüdőgyulladás. Ilyet uh -huh. éber... nem talál ki valaki most is kirázott, hogy ilyet nem talál ki valaki. De volt, akiben oda hogy Rothschild Klára esetén egy biztos, hogy semmi nem biztos. Igen. Na most, ha igaz ez, hogy az ő férjét akkor megölték, megölték. ő hogy élte túl a második világháború zsidóként? Hát az egyébként egy csillagos ház lett, és védett majdnem biztos, védett ház volt az a Báncur utca, és majdnem biztos, hogy miatt, mert hogy ő meg ott lakott, és az 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 csillagos ház. Tehát, hogy felkerült, tehát megtaláltam egy olyan listán, ami a csillagos házakat jelöli. Tehát ez az volt. Ö, ugye neki volt a valam, ez csak elbeszélés, egy, egy hajdani szűcs, most messze nem érez az idős hölgy, akivel beszélgettem, akiknek szintén a, a rócsét szerzett mellévelet a, uh, ilyen svéd levelet A Wallenberg. A Wallenberg, igen. Nem Rócsőd, Wallenberg szerzett menlevelet. Nem, nem Rócsőd. a Rothschild szerzett a Wallenbergtől. Ja, értem. Tehát, hogy ő neki kvázi, az azért mondta ez a néni, azt hiszem néni, hogy, hogy, hogy a, a oda bejáratos volt, és, és többeknek, a, a, akikkel együtt dolgozott, akiket, akit szeretett, és akik segítséget kértek tőle, annak szerzett levelet. Tehát kvázi volt neki erre is egy ilyen, ami ugye azért még nem volt egy életbiztosíték, ez csak egy első, tehát adott egyfajta fort. Az, hogy a csillagos házban volt, az is, az, hogy őt miért nem lőtték le, azt nem tudom. Tehát, hogy miért csak a férjét. Mert, hogy ő ott volt ezek szerint. Hát igen, hát, azt a... látta, hát, hogy Te ha látta. úgy írja, hát igen, azt mondja, hogy, hogy a szeme láttára. És ugye ez december 24-én volt. Hát ez sem akármilyen trauma egy ember életében. Na most, ugye ott kezdtük, hogy a horti rendszerben ő mennyire kiemelt státuszú embernek számított. Zsidó hármazásokként a második világháborút, tulajdonképpen az utolsó hónapokat leszámítva, megvan az üzlete, és ő azt Igen. tudja vinni. Kifutó fiút keresett Igen. még. Nem, rendszer... nem, azt újra keresik. 1944-ben is keres még, ha jól igen, tudom. Ö, ja igen, igen, azt írtam, igen, decemberben. Igen, még az ostrom előtt. Lemegy a második világháború, egy egészen másik, ahogy tetszik, világrend épül, és ő a szocialista rendszernek is egy kiemelt, megbecsült, ünnepelt, a maga műfajában sztárja. Ezt hogy tudta megcsinálni? Nem, egyébként a, a Rócsilda a, szocializmusban, tehát a Kádár rendszerben nagyobb császár volt, mint a két világháború között, és ott ő, ezt nem nagyon fontos látni, hogy egy, egy elképesztő státuszt ugrott hogy hogy tudtam meg, ez kapcsolatrendszer egyértelmű, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon jól tudott helyezkedni, és és, 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 annak ellenére, hogy nem volt egy cizellált beszédmodorú, nagyon-nagyon iskolázott jelent? ember. Mit, mit, jelent? Hát, hogy az ő esetében ez mit jelent? Ugye azt tudjuk, hogy nem beszélt nyelveket, mégis remekül közlekedett idegen nyelvű közegben. Hat mit végzett, igen, és a kosztím, meg azért alapvetően nem tudott, de ne, tényleg nem tudott franciául, hát volt tolmács vele, tehát a mai világban ezt megint csak így kevésbé értjük, de ők, tehát hogy mondjuk a, úgy tudott a Jovánka a, a bizalmas lenni. Ő titó felesége volt. Igen, igen hogy hogy ne, nyilván nem beszélt uh, Jugoszláv vagy, vagy szerb-horvátul, uh, hanem nekik tök természetes volt, hogy uh, tolmácsal beszélgetnek. De ugye, amikor azt mondod, hogy nem volt egy cizellát, modorú azt ember? Egy, azt ugye másoktól, tehát a munkatársaktól lehet tudni, meg az, hogy a beszédmódja, tehát uh, egyetlen egy hang, vagy hát mégis egy videófelvétel van, a, ami fönnmaradt a Rocsir Kláráról, amit az Osztrák TV készített. És ott lehet hallani a hangját, mert ugyan rámondják németül a, a narrációt, meg a párbeszédet lefordítják, de hogy, hogy ott, ott hallani, hogy hogy beszél, egy kicsit racsol, tehát egy kicsit, majdnem, hogy beszéd hibás, de ilyen enyhén. És hát, hogy mondjam, tehát azért az aluliskolázottság azért, azért sokszor érződik a a beszédmódján valakinek, és ez azért az ő, ő esetében ez érezhető. Volt. Szerinted ő az a típus volt, ez valószínűleg egy feltételezés, akit mindez zavart, és nem tudom én, mesterségesen előhívott magabiztossággal tudta mindezt palástolni, vagy az a típus volt, aki annyira jóba van magával, látszólag, hogy őt ez például egyáltalán nem zavarta. Szerintem, tehát nagyon hív volt, tehát biztos, hogy nem volt teljesen jóba magával, mert akkor nem kínoszta volna magát olyan szinten. De hát nyilván ő divatkirálynőnek készült, és így ezt. Ez, szerint a, 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 ez a beszédhiba, ez, ez lehet édes is, Tehát, hogy ez, de hogy ezt csak most azért mondtam, hogy hogy, hogy mondjuk nem az ékes szólósága vette le a lábáról a mondjuk a belügyminisztert, vagy a, vagy a, vagy a kereskedelmi minisztert, akivel neki bótolni kellett, hogy ő legyen az, aki ezentúl a szocialista kutűrt viszi, és Párizsba utazik-e évente kétszer. Ha nem, akkor micsoda? Hát, hogy nagyon-nagyon okos volt, és a, tehát, hogy, hogy egy rag, nagyon rafkos és nagyon okos nő volt, tehát az és a titos... meggyőző ereje az volt, elképesztő magabiztosságot tudott sugalni. Tehát ez a, hát hogyha te jól akarsz kinézni, akkor rocséd ruhádnak kell lenni, és akkor nem marad szégyenbe, vagyis a feleséged. És ez nagyon-nagyon fontos volt a 45 után, ugye azért nem azonnal élet föl, hanem majd csak 56 után, tehát akkor lesz neki saját szalonja, úgymond, mármint, hogy nem az ő tulajdon, hanem az ő vezetésével, és ott is ugye meg kell egygyőzni valakit arról, hogy szüksége van. A pártvezetés asszonyainak is szép ruhára, mert nagyon kínos alulöltözöttnek hm. lenni. És akkor ez a, az a szocialista ideológiát is, tehát hogy, az, 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 tehát hogy nem maradhatunk alul a kapitalista nyugatnak. Te tulajdonképpen egy nagyon magabiztos, nagyon szuggesszív embernek az látod, akinek a sikere tulajdonképpen egy begyökerezett, és tulajdonképpen te, hát beszéljünk róla legalább két hónapréig, úgy, ahogy van ki, zárat, hogy esetleg ő valamilyen szolgálatnak, mondjuk szolgálatnak esetleg a kgb nek erről is lehetett azért olvasni, nyilván sejtetés vagy találgatás címénész, mindenki megpróbál, ja, megfejteni az ő titkát, sikerének a titkát. Szóval, hogy ilyen szolgálatokhoz neki bármilyen köze lehetett. Nem is tudom, hogy azt hiszem, a Venez kapcsán volt ilyen, az ilyen szakács volt, és szintén a, 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 már a Horti rendszerben is kiemelt volt, és utána a, a Kádár rendszer. A Kádár rendszernek volt egy ilyen sztárépítő, meg a saját maga, ö, hogy mondjam, elfogadható, meg ilyen barátságos, hát ilyen imázsának az építésében benne volt, hogy akár két világháború sikeres embereket is tovább, tehát azokat építik tovább, és azoknak a nimbuszát, és a, a sztárt csináló gépezetet, tehát hogy, hogy ilyenek, hogy, hogy ők azért egy barátságos arcát mutassa a Kádár rendszer, ez ugye ugye 56 után, tehát ez, ez is kapóra jött. Én én nem hiszem, mondjuk kaptam olyan levelet a kiállítás meg a könyvem után egy ilyen névtelen levelet, hogy akkor is ügynök volt, hát mert ugye én azt mondom, hogy nem kellett, tehát nem zárom ki, hogy ő mondjuk jelentett, jelentések nem maradtak fönn, illetőleg olyan magas körökbe forgolódott, hogy neki elég volt, tehát hogy beszélgettek. Uh -huh. Tehát a, a másik meg, hogy van egy ugye egyet, a, ami abban az időben, amikor én lezártam mégis a meg a könyvírása meg a kiállítása előtt, akkor az állambiztonsági szolgálatok levéltárában arra vonatkozólag, mondjuk találtam jelentést, ami megint ilyen át, tehát közvetett eh, információ volt, hogy egy német újságíró számol be arról, hogy levert egy vázát, és abból a Rocsilt Klárának a, a lakásába, és ott poloska volt. Nyilván a szalon is tele volt poloskával, illetőleg a szalon tele volt, ő, tehát a, a manökenek között is volt ügynök, azt tudjuk, a, a, az alkalmazottak között is volt ügynök. Ezek közismertek, hogy kik? Én azt nem szeretném. Lehet ők tudták. Ők minden. tudták. Tehát magyarul De azt nem, mondom, még azok is tudták, tehát a, 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 akik velük együtt dolgoztak, azok is tudták, hogy ki Magyarul az. azt mondod, hogy... Tehát maga az egész gép, tehát a gépezet több, működtette... A, műk, a benne gép... volt, hogy igen, tehát ott lehallgatások mennek, persze. Tehát majdnem a szocialista rendszernek jobban megért egy ilyen rendszert igen. működtetni, hát és sokkal igen. több információhoz jutott, igen. mint hogy igen. magát Rocsir Klárát esetleg nem, nem neki nem, ez, mert azért tehát, hogy nem kellett, de nyilván, hogyha ha mondjuk, a, ha behívatták, akkor, akkor, akkor az saját... Tehát, hogy a Rocsir nem volt b Tehát, ugye szoktuk mondani, hogy van áttervünk meg, hogy ha az nem jön be. A nincs bét, nem volt béterve. A ott kutűrszabosságot akart vinni. Ahhoz a mindenkori hatalommal kell, mert az, ott van a pénz, a lehetőség, tehát azokat kell meggyőzni. És a Rocsitkára státuszt ugrott, mert ő politikus, a, 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 korabeli magyar gazdasági, politika és művész elitnek volt a tagja. Mármint, hogy abba, annak a társaságnak. Nála Uh, hát státusz volt, vagy szóval egy, 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 egy egy rang volt mondjuk az augusztus 20-ai tűzijátékot nézni. Ott fölvonult tényleg magyar uh, korabeli elitnek a, az apraja és nagyja. Te láttál arra bármilyen esét, vagy jelzést, hogy ő esetleg valamilyen szolgálattal kapcsolatban áll, titkos szolgálatra gondolok? Pontosan tudom, hogy, hogy mit értesz ez alatt. N nem, nem, tehát hogyha ilyen volt is... Abból mi semmit nem láttunk. De elképzelni uh, el tudod? Inkább az én megfejtésem, ha egyáltalán az számít valamit, az én megfejtésem inkább az, hogy, hogy szükség volt rá. És hmm. ezért engedtek meg neki többet, mint másnak. És többet engedtek meg neki? Ennek ilyen látványos kilengései voltak? Vagy olyan elei? értelemben többet engedtek meg neki, hogy azzal tartotta a kapcsolatot, akivel akarta, hogy, hogy olyan nyugati körökben forgott, amilyenben akart, hogy évente többször utazhatott Párizsba, vagy sőt, hát annyiszor, amennyiszer akart, hogy ott vásárolhatott, hogy onnan, onnan szerezhette az inspirációt, onnan szerezhette az anyagokat, hogy, hogy kények szerint működtetett egy ilyen, egy ilyen szalont, ami egyáltalán nem passzolt a, sem a politikai, sem a, sem a vizuális környezetébe. Mm, úgyhogy én, én azt gondolom, hogy ő nem, nem egy beépített ember volt, vagy nem egy, nem egy ügynök volt, hanem, hanem egészen egyszerűen ő egy, szerintem ő is egy eszköz volt mások kezében, és, és, ahhoz, hogy jól tudják őt használni, ahhoz ezekre az engedményekre szükség volt. Valahol azt olvastam, hogy olyan allűrjei voltak, mint Honti Hannának. Te kaptad őt valaha jelen? Hát voltak allűrjei, de, de, de tudod, ezt most innen nézve már nem tűnnek alűröknek. Onnan nézve még annak tűntek. Tehát minden bizonyítás kérdése. Persze, az, hogy őt minden reggel fodrásztól e, láttuk eljönni, vagy vagy hogy hogy minden nap talpik sminkben, talpik gyönyörűen felöltözve a kiskutyájával, a, 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 amelyik szintén fodrászhoz járt, szerintem. Tehát, hogy hogy ezek a, ezek a külsődleges alűrök, persze ezek meg voltak. Ezek Mosolyogtatóak voltak, vagy nagyon nagy respektust kölcsönöztek Szerintem neki? Szerintem tiszteletreméltó Tisztelet tiszteletreméltóak voltak. Igen, és ez is persze attól függ, hogy honnan nézzük. Hm. A mi szemünkben ez abszolút tiszteletreméltó volt, hogy ő, ő a szalomba is úgy ment be, és a varodába is úgy ment be, minthogyha egy fogadáson jelenne meg. Te láttad őt pusztalannak valaha? Mert ezek nekem nagyon szertartásosak. Megjelenések, mondatok, viselkedések. Legalábbis azt feltételezi. Hát, ha az a kérdésed, hogy láttam-e intim körülmények között, vagy egyáltalán intim szituációban, vagy intim kapcsolatban bárkivel, akkor nem. De azt gondolom, hogy mi lányok nem voltunk, senki nem volt talán olyan közel hozzá, hogy ez megeshessen velünk. Talán, talán a régebbiek közül, akik még előttem kerültek be a rendszerbe, Itt én Pacdóri, Csatómaré, vagy akiket én nem is ismertem már, ők, ők talán többet tudnának róla mondani, lehetséges, hogy ők a privát szférájába jobban beleláttak, én nem láttam bele. Te rájöttél arra, hogy ő miért dobt el az életét? Én szerintem ez egy összetett dolog volt, én legalábbis, tehát, hogy itt tényleg az hogy szerintem. A, egyértelmű, hogy a, ez a, a, a sikertelen, vagy hát kilöködő fog, fogbeültetése az, az, őt nagyon megviselte. Én arra is, ugye azért volt érdekes, hogy én megtaláltam azt, hogy ő már volt öngyilkos, ugye a 30 éves kora környékén, te 27 30 tehát a, a Somogyi ügy miatt. Mert azért szerintem is, amit te kérdeztél, tehát azért nem, tehát ott való, abszolút érte ő trauma, megaláztatás, ami, ami, ami egy súlyosabb adott esetben, tehát ilyen pszichés zavart is okozhat, akár meg kihathat a későbbi életére, de azért az keves, szerintem azért a, a, a lakosság kisebb része gondoljánsz, hogy akkor ő elvetett eldobja az életét. Tehát ugye ehhez azért valami ne, pszichés... Hát labilitás ilyen, kell. Labil, igen, a labilitás azért megvolt rá a hajlan. Itt az, én, én szerintem a, a, a Rócséd azért egy nagyon túlfűtött személyiség volt erről azért a, a, a fiatalabb, hát most már amikor én beszéltem velük idősebb, de hogy neki fiatal kollégái is erről beszámítottak. Tehát nagyon indulatos volt, nagyon impulzív volt, nagyon fönt tudott lenni, tudott nyilván lent is lenni. Azt kell megérteni, hogy ugye ő a divat királynője. Tehát ő ezt elértett. Ez egy hatalmas dolog volt egyedül gyakorlatilag így ebből a, 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 ebbe az országban. Mit vett el ebből a státuszból ez az elhibázott vagy rosszul működő fog implantátum. Mit veszélyeztetett? A önbizalmát. Tehát az, hogy mondjuk, amikor hogy állandóan diétázik, de állandóan túlzabálja magát, már mint egy túl eszi magát, és meg leeszi magát. Tehát, hogy ilyeneket így csinál, tehát egy ilyen túlmozgásos is volt. Folyamatosan diétázott, hogy nehéz a nyúl, de akkor uh, uh, fűzőt. Tehát a fűzőbe járt mindig is, tehát, hogy karcsúbbnak tűnjön. Tehát egy ilyen hiú ember. Nagyon. Hát, hogy ne. minden nap fésültetett. Tehát, uh, nem tudott szembesülni azzal a képpel, amit ez a fogbeültetés okozott? Az a fog, tehát nem sikerült. Akkoriban tehát teljesen más volt az implantációnak a sikerességének egyáltalán az esélye. Őt erről le is akarták, még a, mielőtt az implantációt végül is létre, tehát mielőtt beültették neki a, a fogat. Ez, ez teljesen más, mint amit most csinálnak. Ez akkoriban egy nagyon kezdetleges és nem biztonságos eljárás volt, de ő kitartott, mert neki már előtte volt ilyen kibevehető fog de az olyan nagyon nem volt elegáns, meg azt ugye... Szóval az, az, az nem hozzá, tehát mondjuk igen, egy divat királynő az ott nem, tehát fogtalanul az, az, az nem, 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 működik. És, és ez az implantátum, ez gyakorlatilag elkezdett neki kilökődni. Az igaz-e, hogy elrákosodott? Nem. Nem rákosodott. Nem. Én nem értek hozzá, de én beszéltem azzal az orvossal, aki a János Kórháznak a szájsebészetén dolgozott, akkor, amikor a Rócsét két hétig ott feküdt, közvetlenül a halála előtt. Tehát, hogy ők tudják, hogy mi történt. Ez történt. Megmondták neki, hogy nem fogja tudni, tehát nem maradhat bent. Amire ugye a környezetében emlékeznek, hogy ugye büdös, vagy egy, a száj szaga lehetett, amit ő érez, vagy egy kellemetlen volt a lehelete, az igen. Tehát az egy ezért, egy gyulladásos folyamat löködik ki, az tehát nem, tar, nem maradt meg a, a szájában. És ugye ott a, tulajdonképpen a, az, aki, aki csinálta a műtétet, az, a, hát ezt mondjuk ezt nem tudjuk. Tehát én azzal az orvossal beszéltem, aki akkor egy, ott fiatal orvosként dolgozott. És ő mondta, hogy nem, ez a rákos, ez, ez teljesen, ez te, nem is lehetett. Az az implantátum, ez nem tudott elrákosodni, tehát erről nem szólt. Túladásban volt, meg, meg az, hogy el kellett volna már azonnal távolítani, ő nem akarta. De hát semmilyen Csak itt kezelgették, igen, tehát hogy ezt De ki lehetett volna vissza... szedni, ennyi. Ennyi. Uh -huh. És utána, mit tudom, én egy gondom egy pár hónapig, mire a meggyógyul, és akkor utána már lehet kibevehető foga. Uh, a, még azt sem el, tehát ez a fogorvos azt mondta, hogy még azt sem támasztja át, hogy olyan mérhetetlen fájdalmaival lehettek. Ezt azért például viszont a közvetlen, tehát akár a padzóri, aki, aki akit nagyon-nagyon szeretett, tehát ilyen... Manökenye volt. Igen, manökenye volt, a kedvenc manökenye volt, és akivel beszélt is, azt hiszem még péntek este, mielőtt hajnalban szombaton kiukról, tehát öngyilkos lett, és mondta, hogy ezt nem lehet kibírni. Akkor volt a... Mondta ő, Rócsért Kár, hogy igen, annyira fáj. Igen. De, de összességében én azt gondolom, hogy, tehát, hogy azért összetette, tehát ez biztos, hogy egy nagyon... Tehát ez, azért ez egy királynőnek nyilván egy... Uh, önbizalomvesztességgel jár, hogy nem ber úgy beszélni, hogy, hogy, nem szeret közel menni valakihez, mert, úgy, mert ő érzi a száj. Tehát, hogy azért ez elbizonytalanít egyébként, meg akinek már volt fog, tehát ilyen szájban lévő problémája, az tudja, hogy ez azért nagyon meg tudja viselni az embert, és nagyon elveszíti az önbizalmát, és még egy fontos, tehát hogy azért azt lássuk, tehát ő egy divat királynő, ott fotózkodik a divat, vagy a várral a hátterében. Ez olyan kicsit, mint a 14. lajos, tehát mint egy oroszlán. Tehát egy oroszlán fog nélkül az, 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 az már nem hm. túl veszélyes, és a másik, hogy ami szerintem sokkal súlyosabb, ö, ö, vagy hát az is, azt mondom, legalább ennyire ö, nyomott alatba, hogy ő, ő 73 éves volt az akkoriban, már nem volt fiatal és és ugye ő neki nem saját szalonya volt, hanem ő egy állami alkalmazott volt, a luxus áruháznak egy alkalmazottja. Érezte a változások szelét, és hogy esetleg jönnek... Nem, a már nem, hát már keresték az utódját. Ő maga is készült, hogy eljöhet az a pillanat, amikor, amikor ő neki át kell adni a stafétabotot. A másik meg, hogy a luxus áruházban keresték is az utódját, és több jelentkező is volt és azért a Rothschild ugyan nem volt az kír vagy Rothschild szalon, hanem Clara szalon volt, mert hogy mégiscsak a szocializmusból éltünk, de, de a Rothschild Clara nem egy fogatlanul nyugdíjba menő hm. néni. Szerinted mi okozott neki örömet az életben? Mi volt az ő hétköznapi öröme? A munka? Szerintem a munka, igen, tehát, hogy nagyon-nagyon hogy érdekelte az, amit csinál, és ezt ne becsüljük le, ezt a tulajdonságát, mert szerintem nagyon sokan a mai világban is, meg akkor is, akkor pláne nagyon sokan foglalkoztak olyasmivel, és csináltak olyasmit, ami, ami semmi közük nem volt, pláne kedvük nem volt hozzá. A klárinéni valami olyasmivel foglalkozott, amit szeretett, amiben örömét lelte, ami neki fontos volt, és ezáltal számunkra is fontossá tette. Tehát nekünk, modelleknek nagyon fontos volt a, a bemutató, és pont azért, mert egy kicsit snob volt, de ugyanakkor meg nagyon igényes, az egy, az, hogy valaki Rothschild lánye, vagy sem, az, hogy, hogy a Rothschild bemutatókon szerepel, vagy sem, az egy vízválasztó volt a szakmában. Ugye ő egy implantátum fog, implantátum okozta fájdalom és kellemetlenség nyomán döntött úgy, hogy kiúrik az ablakon. Amikor te meghallottad ezt a hírt, akkor azt mondtad magadba, hogy hát Rócsit Klára pont így reagál egy számára méltatlannak vagy elviselhetetlennek gondolt szituációra, különösképp a hiúságából fakadó szituációra, vagy megdöbbentél, és azt mondtad, hogy ez nem létezik. Halálosan megdöbbentem. És ráadásul én abban a pillanatban, abban a házban tartózkodtam, ahol ő, ahol ő öngyilkos mert mert a, az első férjem az ott lakott abban a házban, és, és ez egy nagyon, szóval ez egy iszonyatosan megrázó élmény volt, amikor ennyire testközelben történik meg valaki, és olyan akit ismer az ember. De te mit érzékeltél én, te én, egyáltalán, én egyáltalán nem gondoltam azt, hogy, egy, hogy fájdalmak miatt, akármilyen fájdalmai is legyenek, hogy ilyen fájdalmak miatt, hogy azt ne lehessen orvosolni, hogy azért öngyilkosnak kell lenni. Nekem. Szóval inkább, inkább gondolom azt, hogy egy idegösszeroppanás eredménye lehet az öngyilkossága, vagy vagy, vagy, vagy vagy, bizonyos dolgok összejátszása, amiről nem tudok semmit se uh -huh. tudok, mint egy, mint egy fogfájás. Az nem fordulhat elő szerintet, hogy van egy ember, aki rájön arra, hogy lehet, hogy neki már leáldozóba van, jönnek a fiatalok konkurenciát jelentenek, az ő tökéletes vértezete, amire mindig ennyire adott, az most már csorbát szenved, ezt nem fogják tudni, ezt a fogászati beavatkozást oly mértékben helyrehozni, ahogy ő szeretné, és azt mondta, hogy az ő önképével ez nem összeegyeztethető. És akkor úgy gondolta, eddig és ne tovább. Ez nem az ő személyiségképetéből fakadó tud Nem tudom, mert én nem tudom így megfejteni az ő személyiségét. Tehát ez egy olyan, ez egy olyan súlyos tett, amit, amit nem mernék megmagyarázni ezzel a tudással, amivel én rendelkezem. Mert ehhez nem csak őt kell ismerni, hanem ennek az egész pszichológiáját is ismerni kéne. Tehát én szerintem ez egy, ez egy olyan, olyan szakértői feladat, ezt megfejteni, hogy vajon elég volt-e ez az egy ok, vagy, vagy milyen okoknak kellett összejátszódni ahhoz, hogy ez megtörténjen, hogy erre én nem vállalkoznék. Még egyet árulja, kérlek. Szerinted ki ismerte őt igazán? Szerintem senki. Két kérdésem van, kérlek, mind a kettőre igennel is nem válaszolj. Jó? Nem lesz egyszerű. Szerinted ő magányos ember volt? Igen. Boldog ember volt a Rothschild Klára? Nem. Hm.